Itt van velünk reggeli vendégünk, Megyeri Csilla. Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát sikeresen ide értünk. Tényleg? Nehéz volt? Barátnő, de jöttél most? Igen. Nem a barátoddal? De nem, mert a párom nem ért el, és a kedves barátnőmmel jöttünk. De van ilyen, hogy szakad az eső az autópályán, ott, mint a függ. Hánykor indultatok? Hát konkrétan 5-kor keltem, és olyan 6:30, valahogy így indult. És akkor mi dolga lehet a párodnak, hogy de 5-6:30-ig mit csinálni, ugye? Hát kiskutyázok még, megigazítom magam, ötször körbenézem magam, mert most egy nő mit tud csinálni szerinted másfél órán keresztül. De most, hogyha ezt a szettet fölveted, akkor utána mit kell rajta nézegetni? Ezt mondjuk nem tudtam eldönteni, miben jöjjek először is. Ja, hogy tegnap még nem választottad ki este? De hogy is, nincs nekem erre. Mostanában, mióta az édes élettel forgatunk, azóta nincs időm tényleg magamra sem. Tényleg, te egyébként új szereplője leszel az édes életnek? Igen. Képzeld el. Milyen? Veled mi lesz az első belépőd? Gondolom, ugye rólad elhíresül dolog, hogy ugye mondtál nagyon kedves szavakat bizonyos hölgyekre, hogy nem mindenki olyan csinos, mint te, és gondolom ezzel a témával fogsz bevágódni? Nem teljesen nem? Így van, de igen, a rusnyázással kapcsolatban, tehát a rusnya szervízre fogunk építkezni, és egy duci, egy plusz size lányt fogok átalakítani. De hogyan? Rusnyátalanítani, pontosabban. Átstylingolom, szép smink, haj, tehát nem... Tökéletes a hölgy, tehát hogy nem ad annyira magára, mint ahogy a keretben. Mondd ki nyugodtan, mert szívesen használod ezeket a szavakat. Nem azt mondom, hogy ő rusnya lány, sőt kifejezetten bájos arca van, csak ráfért egy kis átalakítás. Így van, felfrissítjük a küllemet. És nagyon jól sikerült egyébként. Hoztál viszont hozzánk is egy-két képet, hogyha jól tudom, ezeket meg is fogjuk nézni, megmutatjuk. Ugye gyermekkorodból meg is jött az első. Hát igazából nálad is elmondhatjuk azt, hogy akár fiúnak is készülhettél volna, ugye? De kedves vagy, Krisztián. De miért? Várj, ez abszolút kedvességben az én lányomnál is így volt egyébként, hogyha mondjuk nem néztünk volna bele a pelusába, akkor kérdőjeles lett volna, hogy lány vagy fiú. De szép baba voltam, nem? Abszolút szép, igen. Én tetszem magam. Igen, mindenképpen. Azt mondjuk nem tudom, hogy ki döntötte, hogy balról jobbra fésítek a hajatokat, de nem, ott, viszont nézd meg, már akkor a plüss maci. És a nyelvemet ott is nyújtom. Uh-huh. Ez egyébként egy font, te most is szoktad nyújtani? Igen, nem tudom miért csinálni. Jó, most nem fogom megmondani. Nem kell, csak provokatív. Hát csak kérdezem, hogy... Nincs kicsi. Jaj, itt borzasztó a hajam, úristen. Beleragadt a rágó, és én fogtam magamnak, lenyírtam, de így elég rendesen, és anyukám rögtön vitt a fogászhoz. És itt már királynő? Hát az akartam lenni, királynő, csak nem hercegnő. Sikerült. De ez akkor gyermekkorodtól kezdve egy cél volt nálad, hogy vagy a tévében, vagy színházban szerepel? Nem. A táncos időszakom szerintem azt hozta meg a színpad. Néptánc? Igen, néptáncoltam 12 évig. Úristen. Nem lehet kinézni belőle, ugye? Nem, igen. Az ott az első olyan, ami mondjuk a sporthoz is köthető? Így van, 7 éves koromban kezdtem el, és teljesen 19 éves koromig. De azokat a kötelező dolgokat előtte már megtanultad, ami kötelező volt, ugye, hogy mint a írásolvasás, úszás, ezeket végig. Nyilván, igen, próbáltam elsajátítani ezeket a... Néptánc. Sőt, azt mondják, hogy a néptánc az nagyon nehéz. Néptánc, ez igaz? Hát minden táncnak az alapja, igen. Igen, aki tud néptáncolni, az például társas táncot is könnyebben el tudja sajátítani. Azt te vagy? Így van, én vagyok. A gimnáziumi évek alatt tánctagozatra jártam. Viszont ha nem akarok megsérteni, de ott egy picit azért teltebbnek tűnsz a baromjában. Igen, valamiért nem tudom. Egyébként ugye? Sokkal kerekebb volt az arcom is. A párom azt mondta, hogy akkor nem tetszettem volna neki. Ja, és hogyha mondjuk most megváltoznál, és megint a párod azt mondja, hogy akkor picit kéne változtatni, akkor te mondjuk megtennéd az ő érdekében? Nyilván, hogyha azt mondja, hogy kicsikén van rajtad pár kiló fölösleg, akkor odafigyelek rá, adok a szavára, hisz ő a vőlegényem. De nem szokott egyébként bántani. Mikor lesz az esküvőtök? Hát nem júliusban, mint a tiétek, hallom, hogy hát figyelj, képbe kell legyek mindennel. Nem tudjuk, még ezt nem tervezzük, viszont mi tengerparti esküvőt szeretnénk, legalábbis én. A párom meg visszatek a szülőket? Így van, tervet anyukámat, mert sajnos apukám már nem él, illetve Zsoltinak az édesanyját, édesapját, igen. Nem akarom elrontani ezt a idilli hangulatot, hogy te tengerparton szeretnéd, csak azt mondják a tengerparti esküvőkre, hogy ez egy ilyen konkrét példa, hogy elmossa, úgymond a víz, a szerelmet. És a tengerparti esküvők nem szoktak sikerülni, ugyanúgy az eljegyzések sem. Tehát azért nem szabad tengerparton csinálni. Ez babona. Ez egy erős babona. Babonás vagyok. Mindenképpen gondold át, vagy tegyétek át a tengerpartot egy másik helyszínre.
Jól van, oké. Na, viszont akkor megjött akkor az, úgymond a szép oldalad, ugye? Ezt te küldted ezt a fotót. Igen. Alul nem volt már otthon nadrág, vagy ez egy... Nem, egyébként én szeretem a glamúros vonalat, tehát hozzám közelebb áll ez a kicsit megmutatom magam, de mégsem mindent, tehát nem aktról beszélek, hanem a glamúr fotózásról. Igen. Hát végülis akkor ugye azt mondhatjuk, hogy akkor itt igazából te tényleg szép vagy. Tehát nem vélet. Ó, köszönöm. Ugye? Ha egy Krisztián ezt de tényleg, mondja, nem, abszolút, egy Berki Krisztián ezt mondja. Csinos vagy, vonzó vagy, szép vagy. Te ugye azért te az egész életedet vállalod, nem? Pro és kontra. Persze, persze. Oda-vissza. Tehát minden, nincs semmit akargatni valam. Nagyon nincs semmi olyan a múltam. Na, hát itt már azért úgy gondolom, ez azért haj az egy kicsit a, úgymond az esküvőre, nem? Hát a Borzi Vivivel találtuk ki ezt a koncepciót, nyilván a ruhát nem, ezt terveztettem, képzeljétek el. Jó, én viszont képzeld el, hogy találtam rólad olyan fotót is, amikor nem voltál ennyire gyönyörű, megmutatom. Na persze, én mindent bevállalok, én nem szégyellek. Na tessék, na hát ez honnan, hát ez hogy sikerült ezt a fotót készíteni? Nem is olyan rossz. Nagyon rossz. A fejem az valóban nem az alakom, nem. Fú, nem tudom, egy debreceni fotós, tatós valaki, tató, nem tudom. És ezt jó, na tessék, hát a Csilla. Hát igen. Itt el akarod fújni a hajszárítót, ez komoly? Nem tudom, mit akartam. Ez egyébként egy fodrász szalonnak készül. Tessék, figyelj, nekem ez a kedvencem. Provokáltok. Nem, neked ez a kedvencem, nem, ez... Megkérdeztelek, hogy vállalod-e? Hát... Vállalom, nincs ezzel semmi gond, nyilván. Ez egy szórakozóhelynek a promója volt, egy debreceni szórakozóhelynek, a Vizovicki László szórakozóhelyének. De lehet, hogy te is mindent bevállalsz, mint a Krisztián. Muszáj, nem? Négyes karrier lehetőségeket. Egyébként a Popsi rendben van. Köszönöm szépen. Most is próbálkozom vele. Ennél szóval nem is kapatunk volna. Nagyon-nagyon várjuk, hogy az édesedben láthassunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok.